Bemutatunk most önöknek egy ilyen szerény kis installációt, ami így mondjuk nagyon hasznos illusztráció, de hogyha mondjuk ezt nem tudom, az autópályán kellene elszenvednünk, akkor bizony eléggé a szívünk közt kapnánk. De vegyük sorra egyébként. Itt azért ezt tudjuk demonstrálni, hogy milyen egyértelmű jelei vannak annak, hogyha a gumiabroncsunkkal valami hiba történt. Így van. Tehát jellegzetes abroncs hibáknál ugye kezdeném az egyik típusra, ez a ferdekopás jellegzetes jegyeivel ezen a gumiabroncson. Ugye ezt mindenféleképpen okozhatja a futómű helytelen beállítása, illetve a keréknek az összeillető széttartása. Ez a hanyagsofőrnek a tipikus ez példája, a tipikus nem? Példája, tehát, észre sem veszi, mert azért ezzel elég sokáig közlekedett, mire legyalulta teljesen a futófelületet róla. Azért nem egy évig volt fent ez a gumi, az biztos. Így van, így van. Tehát ezt mindenféleképpen ugye megelőzhetjük azzal, hogyha már az első ilyen jeleknél szakszervízhez fordulunk. Folytassuk már ezzel, mert ezt szemlátomást egy teljesen jó állapotú gumit, még a mélysége is jó, a barázdáltsága is, de itt van egy bekarikázott rész, ugye, és ez itt a fontos. Így van, hát ez részlet. A tipikus jele ugye a leggyakrabban előforduló abroncs hibáknak, ez a becsípődés, tehát ez a patka, kátyuk okozta külső mechanikai behatások által keltett sérülése. És ez így szétnyílik? Bizony, így van, így van. Pedig ott látszódnak is még a szálak egyébként, tehát azok is megvannak repedve. Így van, és ez, hogyha minden igaz, akkor ez talán belülről is látszik, hogy az abroncs vászszerkezetében is ugye sérülés következett be. Ez önmagáért beszél, ugye? Tehát ilyennel nem szeretnénk találkozni soha, ez az úgynevezett durdefekt, nem? Tehát annak a következménye. Ez már így van, ez már a teljes durdefekt. Ugye ez hogy következik be? Mert ezt senki nem tudja. Tehát hogy a józan paraszti észre azt gondolnák, hogy ha mi időben, nem tudom, 5 évente lecseréljük a gumiabroncsokat, akkor ezt elkerülhetjük. De ez nem így van. Ez a legjobb autóvezetőkkel is, meg esélyt a legtapasztaltabb autóvezetőkkel is ez a baleset. Ez történt kétféle módon is, ez elidézheti egy lassú nyomásvesztés, illetve egy gyors, hirtelen nyomásvesztés is, de mindenféleképpen nagy sebesség, autópályás közlekedés szükséges ez a típusú abroncsontra. A nagy sebesség az mennyire? Te mit értesz az alatt, hogy egy extrém nagy sebesség, vagy a megengedett legnagyobb sebesség? Már ott is előfordul. Már ott is előfordul. De gyakorlatilag tehát ez akkor következhet be, hogyha már megindult valamilyen sérülés mentén, valamilyen durva károsodás a gumiabroncsban, amit mi szabad szemmel nem tudunk megállapítani, ugye? Így van. Akár a gumiabroncsban, ugye a légzáró rétegen, vagy például egy rossz telep is okozhatja ezt a folyamatos légvesztést, ami ugye nagy sebességnél az abroncs melegedését, folyamatos melegedését és a vászszerkezetnek a roncsolódását okozza elő, és így az egyre nagyobb melegedés hatására egy hirtelen ilyen nagy durranás következik be.